Okay, Reggie. It was a tough game. By the end, we won by 24. What do you think about the game? It was an exciting game. I think we showed what we've been doing every day in practice, and that's playing with energy, that's playing together, and you know, you can see it on the court. It's after week after week, you're starting to see it more and more. We were gelling and coming together as a team. Thank you very much. No problem. Akkor menjen, aztán megvárjuk, oké? Hogy hogy legyen? Jó, ugye akkor szerintem el. Jó, csináljuk, nem? Jó, akkor csináljuk, oké. Ádám, hogyan láttad te a meccset, egyszerűs értékelni? Hát azt gondolom, hogy mindenki látta a pályán tényleg, hogy nagyon nagy energiákat mozgósítottunk, és hát a kellő önbizalommal játszottunk, amit az elmúlt mérkőzéseken ugye azért megszereztünk. Január óta ugye 8 mérkőzésből 6-ot meg tudtunk nyerni, és ez mindegyik nehéz mérkőzés volt, egy hosszabbításos vereségünk volt, illetve a Szolnoktól kaptunk ki Szolnokon. Úgyhogy azért ez tényleg egy olyan önbizalom, tölti el a csapatot, ami azért meglátszik támadásban, illetve a védekezésünkről. Tehát eljutottunk egy olyan szintre, ahol tovább tudtunk lépni, és egyre több dolgot tudunk beépíteni, és ettől egyre komplettebb ez a védekezés. És hát egyénileg is azért mindenki hozzáteszi azt, amire képes. Tehát van egy olyan hierarchia, ami eddig nem volt meg, és most azt gondolom, hogy ez abszolút működik a csapaton belül. Nyilván örülünk, de hát a céljainktól még nagyon messze vagyunk, úgyhogy oda koncentrálunk abszolút. Egy nagyon jó formában lévő Debrecen érkezett hozzánk, és azt gondolom, hogy ez azért megmutatta azt, hogy most jelen helyzetben mi is ott vagyunk a legjobb csapatok között. Nyilván ez egy hosszú szezon, megpróbálunk mindent megtenni, hogy be tudjunk jutni a középházba. A közönségünk mindenképp megérdemli, fantasztikus hangulat volt ma is, illetve idegenben is minden egyes mérkőzésen. Köszönjük nekik!